Sziasztok! A mai videó témája egy ilyen korrektor elemzés lesz igazából, vagyis hát azokat a korrektorokat fogom bemutatni, amiket eddig életem során vásároltam, és az összeset, hát még nem fogyott el az összes, vagy ha elfogyott, akkor abból újra vettem, de ezeket fogom mindegyikről egyenként beszélni, és ugye hát 5 darab van, azt hiszem, 5 darab, ami nagyon jó, tehát a legjobb korrektorok szerintem, és 4 van, amik viszont katasztrófák szerintem. Tényleg hozzáteszem, hogy szerintem, mert ez csak az én szubjektív véleményem, mert azért valljuk be, hogy korrektort vásárolni a legnehezebb. El kell találni itt is az árnyalatot, de még ez a legkisebb probléma. A szemünk alatti területet akarjuk eltakarni, ahhoz is másféle korrektor kell, bőrhibákra, pattanásokra is. Szóval nem egyszerű a választás, főleg úgy, hogy rengetegféle korrektor van a boltokban. Tehát én is nagyon-nagyon-nagyon sokat szenvedtem, mire megtaláltam a tökéletes korrektort, ezért is halmoztam fel ennyit. Az árakat tekintve igazából az összes drogériás egyet leszámítva, de majd úgyis beszélek erről a későbbiekben. Először a legjobbakkal fogom kezdeni természetesen. 2 korrektorom van, ami konkrétan bőrhibákra, pattanásokra jó. Az egyik a Catrice-től a Camouflage krém korrektorja. Ennek az állaga igazából nagyon sűrű és ilyen krémes, szóval kicsit ragadós, hogy tényleg ott maradjon a bőrhiba helyén, tehát itt tényleg így beleragad, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon erős fedése van. Ez a korrektor viszont szem alatti sötét karikák eltüntetésére szerintem nem jó, mivel ugye oda ilyen kicsit folyékonyabb, gélesebb állagú korrektorokat ajánlatosabb használni. És tényleg én is kipróbáltam, de nem igazán hatásos szem alatti karikák eltüntetésére. Úgyhogy én ezt csak konkrétan pattanásokra, bőrhibákra, pirosságok elfedésére használom, de arra igen jó. Úgyhogy ez az egyik kedvencem, és igazából 1000 forint alatt van, a drogériákban lehet kapni, kivéve a DM. Szóval ennyi pénzért nagyon megéri. A következő korrektor, amit mutatok, az nagyon hasonló az előzőhöz, viszont körülbelül 5-ször annyiba kerül, mint az. Ez a MAC Studio Finish korrektora, és 35-ös fényvédő is van benne, az NC20-as árnyalatban. Igazából először vettem ezt a MAC korrektort, és utána a Catrice-t. Elég hasonlóak. Az állaguk kicsit más, a Mac-i egy kicsit, hogy mondjam, nem olyan ragadós, hanem kicsit ilyen sejmesebb állagú. És még ami a Mac mellett szól, természetesen nyilván tudjuk, hogy a Mac-nél rengetegféle árnyalat van, ugye a hideg bőrtónusra, melegre, semlegesre, mind külön, rengetegféle árnyalat, míg a Catrice-ből körülbelül 3 vagy 4. Szóval nyilván jobban illik a bőrömhöz ez is, mert ugye ott segítette kiválasztani a bőrömhöz megfelelőt. Ezt kétségbeesésembe vettem, ezt a MAC korrektort, mert eddig nem találtam egy normálisat se, és jó, mindegy, kipróbálok egy drágábbat, hát ha az működni fog. Igazából működött is, úgyhogy örülök is neki. Ja, és egyébként ugye a MAC korrektora is bőrhibákra, pattanásokra nagyon jó, tehát szem alá azt se nagyon ajánlom. És így alapozás után szoktam mindkettőt, úgy azért hatásosabb nyilván, hát korrektor ugye alapozó után szoktuk használni. Ez a 2 korrektor van, ami igazából elég hasonló, de hát ezt egy kicsit jobban szeretem, de tényleg nagyon hasonló, és pattanásokra, bőrhibákra nagyon-nagyon tudom ajánlani mindenkinek. A következő korrektort viszont sajnos nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem lehet itthon kapni. Ez a Maybelline Fit Me korrektora. Ezt a korrektort viszont ez ilyen univerzális, és azért is jó, így, hogyha utazok valahova, akkor is mindig nálam van, mert ez jó szem alatti karikák eltüntetésére, illetve kicsit kivilágosítja ugye ezt a területet, meg bőrhibákra is. Oké, hogy ugye konkrétan egy pattanás annyira nem lehet jól elfedni vele, mint az előző 2-vel, mert ugye azokat egy ecset segítségével konkrétan tök jól oda lehet így ragasztani. Ennek óriási, óriási, óriási fedése van, szóval néha még alapozóként is szoktam használni, hogyha nincs kedvem, akkor
csak tényleg, ahol nagyon piros, meg nagyon hibás a bőröm, oda felviszek belőle, és gyönyörűen eltünteti a bőrhibákat. Úgyhogy tényleg ez ilyen kettő az egyben bőrhibákra és szem alatti területre is. A véleményem szerint legjobb korrektorokból már csak kettő marad, viszont ezek meg konkrétan csak szem alatti területre jók. Az egyik szintén a Maybelline-nek a Maybelline Dream Lumi Touch Highlighting korrektora, a 01-es Ivory árnyalatban. Egy baj van vele, hogy nagyon-nagyon hamar elfogy, igazából nincs túl sok benne. Ezt a korrektort szem alatti terület világosítására ajánlatos használni, és még highlighterként is lehet használni az arcunknak a magas pontjaira, ugye itt az áll, ide, meg ide, szóval highlighterként is, meg szem alatti terület világosítására is nagyon-nagyon-nagyon jó, és nagyon-nagyon szeretem, csak már hamarosan elfogy. Ezt sem lehet sajnos Magyarországon kapni. Ezt is a feunique.com-ról rendeltem egyébként, vagy másik lehetőség Ausztria, külföldi országok. Az utolsó legjobb korrektor a Bourjois Healthy Mix folyékony korrektora. Amit erről tudni kell, ugye mondtam, hogy ez is szem alatti területre jó. Ez sem, hát esetleg ilyen piros, nagyobb piros területeket, hogyha ezt szeretnénk tüntetni, vagy kicsit egyenletesebbé szeretnénk tenni, de én ezt inkább szem alatra ajánlom. Amit ebben a korrektorban még szeretek, az az, hogy tehát nagyon felviszem a szemem alá, és utána ilyen sejmes érzés lesz. Szóval, hogy mondjam, tényleg így olyan, mintha már lepúdereztem volna, nem ilyen ragadós. A Maybelline másik korrektora, ez a Fit Me, ez viszont kicsit olyan, hogy ezt muszáj púderrel fixálni, mert különben összegyűlik a ráncokban, de ezt a Bourjois-t annyira egyébként nem mondanám, hogy kötelező púdert utána felvinni, mert tényleg nagyon-nagyon sejmes lesz utána, és hihetetlen, egyszerűen hihetetlen a különbség, hogyha utána megnézzük a két szemet, hogy tényleg nagyon-nagyon hatásos. Persze ebből is meg kell találni a megfelelő árnyalatot, és csak úgy működik. Egyébként nekem az 52-es medium árnyalat van meg. Egyébként most veszem észre, hogy ide rá is van írva, hogy hidratáló formula, szóval tényleg nem, hogy egy kicsit ki is van száradva ez a terület, mert ugye elég érzékeny, és kiszáradhat nagyon könnyen. Tehát így hidratálja is nagyon jól, mint egy kis szemránckrém. És ami még jó pont, hogy lehet itthon kapni. És akkor elérkeztünk a legrosszabb korrektorokhoz, amit eddig kipróbáltam. Jó, nem mindegyik olyan kritikus, de nem, tényleg nem a legjobbak. Az első korrektor igazából ez elég friss, mivel ezt az Adentől kaptuk, ugye? Hát őszintén nekem ez nem nagyon vált be. Eléggé ilyen zsíros, ilyen kis csúszkálós állaga van az egésznek, és felviszem egy pattanásra, vagy egy bőrhibára, és igazából semmit nem csinál vele. Ezt nem nagyon tudom, hogy mire lehetne használni, esetleg highlighterként, vagy én nem is tudom, szemhéja alapozóként. Én igazából arra sem merném használni, mert eléggé olajos a szemhéjam. Azt vettem észre, hogy eléggé olajos állag van ennek a korrektornak, szerintem még jobban olajos lenne tőle. Szóval ez nem vált be, sajnos. Ha már ezeknél a kis kitekerős korrektoroknál tartunk, akkor van még egy. Ez az Astortól van. Elég sokáig használtam, mert azt hittem, hogy jó. Vagyis hát igazából nem volt más, és ezt elég régen vettem már, és azóta így a fiók mélyén található. Ennek is ilyen zsíros és ilyen ragadós állaga van. Ez se nagyon takarta el a bőrhibákat nekem. Se szem alatti területre nem jó, se bőrhibákra. A legrosszabb korrektorokból már csak két termék maradt, és mindkettő az Oriflame-től van. Az egyik, ez a folyékony korrektor, Studio Artist korrektor. Annyira nem volt katasztrófa ez a korrektor, csak ugye mivel folyékony pattanásra, tehát nem olyan erős, egyáltalán nem erős a fedése, így pattanások eltüntetésére nem nagyon tudom használni. Igazából olyan, mintha semmit nem tennék oda, csak egy kicsit domoszatolnék valamit. Szóval
Nekem ez se vált be annyira. És elérkeztünk az utolsó termékünkhöz, ami egy 3-1-ben korrektor az Oriflame-től. Annyira nem is lenne bajom ezzel a korrektorral, mert hát ugye látjátok is, hogy ezt a bőrszínt már eléggé jól elhasználtam, sőt ez a második egyébként ebből a korrektorból. Nyilván nem használtam el az összeset, csak mert egyrészt régi volt, meg undorító, meg ez elfogyott, ez a árnyalat. Igazából ezt szerettem is annak idején, bár most már összehasonlítva a Catrice-szel meg a MAC-kel, annyira nem jó. A zöld igazából használhatatlan. Hasznos egyébként egy zöld árnyalatú korrektor, hogyha valahol nagyon-nagyon piros a bőrünk, mert tényleg tök jól semlegesíti. De ez ilyen darabos, vagy nem tudom, szóval ez így nem nagyon lehet semmire használni szerintem. Meg ilyen... Tehát így felviszem a bőre, és ott marad így az egész, nem tudom így eldolgozni. Úgyhogy ezzel ez volt a gond, és már csak a sárga maradt, ugye, amit szem alatti területre ajánlják. Tehát ennek is ilyen zsíros, ilyen ragadós, csúszós állaga van, ami inkább csak beleül a ráncokba, és nem lehet onnan kiszedni. Úgyhogy, tehát erről sem tudok igazából mi más mondani, egyáltalán nem vált be. Szóval ennyi lett volna az én kis összefoglaló korrektoros videóm. Remélem hasznos volt, és tudtam segíteni nektek esetleg, hogy könnyebb legyen választani, hogyha így korrektort keresgéltek. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!